Március elején immár harmadik alkalommal adott otthont a Kiss Sándor Művelődési Ház a hagyományokat megőrizni kívánó Vigalomnak és Disznótoros Bálnak. A téltemető disznóvágás alkalmával minden finomság az asztalra került, mi szemszájnak ingere. Meg túl vagyunk természetesen a hagyományos pörkölésen, aztán szépen feldarabolták ezt a disznót, leválogatták a különböző sültnek valókat, a hagymásvérnek valókat, a toroskáposztának valókat, és hát most épp az ebéd készítése zajlik, ami egy hagyományos orjaleves, egy toroskáposzta azzal a hússal, amiből a kolbászt készítjük, na meg mindenféle erkölcs gomboló bőrkékkel és húsokkal, csodás pecsenyéket fogunk sütni. A főszervező éppen azt magyarázza, hol tartott az esemény felvétel idején. Aztán azt is láttuk, hogy Szomora Zsolt és zenekara nótaszóval és fogópálinkával hívogatta a résztvevőket. A disznó vágáson egyébként javarészt a helyiek vettek részt, de az eseményt a térség országgyűlési képviselője dr. Szűcs Lajos is megtisztelte jelenlétével. A részmozzanatokat Farkas Ferenc böllér profizmusa gyorsította fel. Az orjaleves, a hurka, a kolbász, a hagymásvér, a kisgömböc és a velős tojás sem hiányozhatott. Miután minden finomság elkészült, este disznótoros vacsora várta az üllőieket. A Kiss Sándor Művelődési Ház vezetője a hagyományok megőrzésének fontosságáról és a célokról is beszélt kameránk előtt. A hagyományokat szerettük volna feleleveníteni. Hát valahogy el kellett temetnünk a telet, mert egy elég mocsok tél van mögöttünk ezzel a sok bajjal, és azt gondoltuk, hogy ez egy kiváló alkalom arra, hogy itt egy igazi, hagyományos disznóvágást csináljunk baráti körben, járult elemekkel. Gondolom, hogy sokan fogják forgatni a szemüket, hogy ha azt mondom, hogy ez is egy sajátos kultúra. Azért ennek a nemzetnek ez a múltja. Régen, vidéken nem volt olyan nap télen, hogy ne halljanak disznó visítást. Ugye a rokonok jártak egymáshoz közösen, nem nagyon hűtötték a dolgot, mert egyből szét is osztották a friss disznóságokat, viszont jövő héten biztosak lehettek abba, hogy ők fognak kapni, és ez valahogy össze kovácsolta a családokat is, az embereket is, egy abszolút jó közösség volt, és ezek a hagyományos eljárások is nagyon érdekesek, amikről hát sajnos a mai fiatalok már semmit sem tudnak. Mi nagyon örülünk annak, hogy itt ma volt egy pár fiatal, aki életében először látott belülről disznót mondjuk, és azokat az eljárásokat is most látta először, amivel feldolgozzák. Egy csodálatos profi böllérünk volt Farkas Ferenc személyébe. Mondtuk is neki, hogy mi egy kicsit tovább darabolunk fel egy csirkét, mint ahogy ő tette ezzel a malackával. És hát nagyon kedves asszonykák, akik fiatalkorukban így szocializálódtak, hogy ezeket a hagyományos ételeket rendre csinálták, ők segítettek a konyhán. Olyan menüsort állítottunk össze, ami szintén nem annyira ismerős a McDonald's-os fiataljainknak, tehát voltak, akik itt tettek életükben először hagymásvért, vagy velős tojást, és szeretnénk egy kicsit a múltnak ezeket a múltnak ezt a fajta tudását is megőrizni, és a közösségünk hasznára fordítani. A program folytatásra ítéltetett, a téltemető hagyományőrző disznóvágást 2023-ban is megrendezik.